Bocsánat, hölgyeim. Ruhákra vigyázzunk. Egy nagy élelmiszergyártó középkeztetési konyháknak gyártott élelmiszereit kóstolhatták ma azok az élelmezés vezetők, illetve intézmények és önkormányzatok képviselői, akik részt vettek a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által szervezett középkeztetési konferencián. A bemutatón emellett kóstolókkal készült több a megyében működő kisebb élelmiszergyártó cég is, akik beszállítói partnerei lehetnek a közétkeztetésben résztvevőknek. Célunk az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a megyei közétkeztetők részére, hogy megosszák egymással és velünk nehézségeiket, problémáikat, örömeiket és jó gyakorlataikat a közétkeztetésben. A közétkeztetési reformnak úgy gondoljuk, hogy nem az az elsődleges célja, hogy a közétkeztetési rendeletet az ellenőrző hatóság minden áron betartassa. A közös célunk az, hogy a közétkeztetés, táplálkozás egészségtani evidenciákon alapulóan és a népbetegségek megelőzését szolgálja. Ehhez úgy gondoltuk, hogy nagyon sok helyi termelőt is be kell vonjunk, hiszen nagyon sok olyan Nógrád megyei termelő van, akinek a terméke kiválóan beilleszthető a közétkeztetésbe. Hogyan lehet most összefoglalni a közétkeztetési reform lényegét? A lényege az, hogy a közétkeztetési rendelet ad egy keretet annak, hogy minek kell megfelelnie ma a közétkeztetésben annak, aki ilyet vállal és gyermekeket étkeztet. Az a legfontosabb igazándiból, hogy ezt a rendeletet mindenki betartsa, ez gyakorlatilag elég jól leírja azt, hogy mik a legfontosabb teendők ebben, de úgy gondoljuk, hogy folyamatosan követni kell a közétkeztetőknek az új szakmai ismereteket, és ehhez próbálunk itt elméleti és gyakorlati tapasztalatokat is átadni. A konferencián élelmezésről szóló kiadványokat mutattak be, megismerkedhettek az érdeklődők a legkorszerűbb összetevőket tartalmazó úgynevezett okostányérral. Nagy érdeklődés kísérte a tápszerek felhasználásáról szóló előadást, melyből kiderült, hogy azok a közétkeztetésben is komoly szerepet kaphatnak. Mihályné Balázs Beninda, a megyei kereskedelmi és iparkamara titkára, a hamarosan induló OK és élelmezés vezetői tanfolyam jellemzőiről beszélt. Több előadó pedig a közétkeztetési rendelet részleteit boncolgatta. A szervezőket képviselő Bialko Tímea több mint 250 nógrádi közétkeztetésben résztvevő oktatási intézmény felmérésének eredményeit ismertette. A megkeresett intézményeknek több mint az egyötöde mondta azt, hogy ellátdítás étkezési igényű gyermeket, ami azért úgy gondolom, hogy elég nagy aránynak mondható, elég sok intézmény foglalkozik diétás étkeztetéssel. És ami számunkra nagyon érdekes és egy kicsit megdöbbentő eredmény volt, amikor megkérdeztük az intézményektől, hogy mi alapján kerül sor a diétás igények kielégítésére, akkor a megkérdezettek 81%-a mondta azt, hogy a közétkeztetési rendeletben meghatározott szakorvosi igazolás alapján biztosítja a diétát, 14%-uk elfogadott házi orvosi vagy egyéb szakorvos által kiadott igazolást, illetve 5%-ok szülői kérésre is biztosít diétát. Kiderült a felmérésből, hogy a bölcsődei ellátásban még elenyésző a diétát igénylők száma. Az óvodákban ez az igény 1,5%. Ebben a korosztályban a leggyakoribb a tejfehérje érzékenység. Az alsó tagozatosok között hasonlóan alakulnak a számok, mint az óvodások körében, de itt a tejcukor érzékenység vezet. A felső tagozatosoknál már csak 0,5% a diétás ételt igénylők aránya a közétkeztetésben, és elenyésző ez a szám a középiskolások körében.